Az iskola nővéreknek a Kárpát-medencében 4 lány szakkollégiumuk van. Szerbiában, a délvidéken, Nagybecskereken van egy szakkollégiumuk. Ebben középiskolás és egyetemista lányok is vannak. És Budapesten, Szegeden és Debrecenben van még lány szakkollégiumunk. Mindegyikőjüknek tudatosan reflektáltan ez az iránya a lány képzés, a lány fejlesztés, a lány közösség építés. Intézményünk Debrecenben működik, a Debreceni Egyetem mellett párhuzamosan, tehát ugyanúgy a felsőoktatási képzés részeként végezzük a feladatunkat. Most jelenleg 42 egyetemista lány hallgatónk van. Debrecenben rajtunk kívül még legalább 8-9 ilyen szakkollégium van, de mi vagyunk az egyetlen lány szakkollégium, és mi vagyunk az egyetlen keresztény szakkollégium. Ez egy olyan szakkollégium, ami a nőket, a fiatal lányokat abban segíti, hogy hogy tudnak érett nővé válni. Ugyanolyan közösségben vagyunk, vagy élünk, mint más kollégiumban. Csak mások az érintkezési felületek, és más az aspektusa, a szemlélete a kollégiumnak, ami miért itt vagyunk közösen. Tehát nem csak egy bázis, egy együttlakási bázis számunkra, mint más kollégium. Négy dologra figyelünk. A kreativitásra, ez az alkotni kreditünk, az alakulni, ez a személyiségfejlődés, az adni, ez egy ilyen szociális, önzetlen odaadó faktor, és végül a női közösség. Tehát erre jöttünk rá, hogy női közösség nélkül nem tudunk fejlődni. Nem csak mi nők, férfiak sem, de mi nők különösen nem. És akkor ennél a 4 faktornál maradtunk, és ezt a 4-et próbáljuk fejleszteni, ez a tanulmányi programunknak a lényege. Közösségként élünk, és sokat fejlődünk. És nagyon sokat tanultam a felsőbb évesektől, és most már így tudok én is adni a junioroknak, akik most jöttek. Ez ilyen adok-kapok, de nagyon szép értelemben. Olyan barátokra tettem szert, akikre azt gondolom, hogy talán egész életem során nem volt lehetőségem ennyire mély és jó kapcsolatokat kialakítani. Sziasztok! Ez itt a Karolina Szakkollégium. A Karolina Katolikus Egyetemi Szakkollégiumban vagyunk. Itt 30 lány, 30 egyetemista hallgató lakik együtt. Szia, Tündi! Tündi éppen főz. Azt gondolom, hogy azért választották ezt a szakkollégiumot, mert Szegedre kerülve szeretnének egy biztonságos háttérben élni. Tényleg vágytam egy olyan helyre, ahol tudok adni magamból, és ugyanakkor tudom építeni a közösséget, de valamilyen szinten ezt úgy vissza is kapom. Hazajárunk minden nap. Nagyon családias, én ezt nagyon szeretem, hogy nem egy ilyen 9 emeletes kollégiumi feeling, hanem tényleg itt bármikor otthon érzem magam. És most bemutatom néhány barátomat. Szeretek nagyon itt lenni, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon összetartó közösség, és főleg nagyon nagy előnye az, hogy többen tanulunk egy szakmát, és így tudjuk egymást segíteni. Mindenki mindent megoszt egymással, szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Tényleg olyan, mint egy ilyen kis család. Most ez lehet, hogy elcsépelt, meg mindenki így ezt mondja, de egyszerűen így ilyenek vagyunk. A szakkollégiumnak megvan a maga tanulmányi rendje, tehát azzal, hogy ide jelentkeznek, vállalnak egyfajta követelményrendszer teljesítést. Van egy szakkollégiumi indexük, amit fél évről fél évre így teljesítenek. A kollégiumban vannak kurzusaink is, az egyik ilyen a szeretetszolgálat, aminek keretében lehet többféle dolgot vállalni, ilyen például a családok átmeneti otthonába való korepetálás,
én ezt csinálom heti 2 órában. A mi szlogenünk, hogy nem egymás mellett élünk, hanem együtt. Gyertek bátran! Sziasztok! Ez itt a Pesti Szakkollégium. Gyertek, nézzetek körbe! Hári Judiko vagyok, szerzetes tanár. 6 éve vezetem az iskolanővérek Budapesti Egyetemi Szakkollégiumát. Amikor felvételizni érkezik hozzánk valaki, azt mondom neki, hogy a szakkollégiumnak 2 fókusza van. Egyrészt ahhoz kap segítséget, hogy ne az életet pereménélj, hanem keresd, hogy hol van az életed középpontja, és oda újra meg újra visszatalálj. Ezért vannak a havi kurzusok, a lelki gyakorlat, hogy megerősödj az önazonosságodban. Másrészt abban segítünk, hogy reflektált tapasztalatod legyen arról, hogyan működik jól egy csoport. Hiszen az életed során mindig közösségekhez tartozol. Beleszületsz a családodba, és aztán hol kapod, hol választod azokat a csoportokat, amiknek tagja leszel. Tanulmányaidhoz, munkádhoz, hobbidhoz, vallásodhoz. Ezek a közösségek alakítanak, befolyásolnak téged. De nem csak passzív fogyasztója lehetsz annak, amit egy közösségben találsz, hanem lehet érteni ahhoz, hogyan alakíthatod te magad annak a csoportnak a belső életét, amihez tartozol. Mi 3 vagyunk a diáktanács tagjai, és a feladatunk ebben az évben az, hogy kapocs legyünk a kollégium vezetője és a lakók között. Szakkollégiumunk különleges, hogy részt vehetsz lelki gyakorlaton, csoportdinamikán és kurzusokon, amiben garantáltan megérintődsz és tanulhatsz saját magadról. Én azért szeretem ezt a szakkollégiumot, mert gondolkodó nővé nevelnek minket, illetve úgy gondolom, hogy egészen másképpen oldjuk meg a konfliktusainkat, hogyha ugyanaz a katolikus háttér van mindannyiunk mögött, és ez egy egészen bensőséges, barátságos légkör teremt itt a kollégiumban. És egyáltalán ne unalmas 30 lányjal együtt lakni.